A Biblián belül nagyon sok kedves van, ezek közé tartozik a Habakuk könyve második fejezet 13. és 14. verse, ez így hangzik. A vagy ime nem a seregek urától van-e ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak? Mert az úr dicsőségének ismeretével betelik a föld amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Miért kedves Biblia versem ez? Azért, mert úgy tűnik, hogy semmi nem fűzi össze ezt a két verset. A népek tűznek, építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. Hát ezt látjuk. Aki az emberi történelmet csak alapfokon ismeri, az is azt láthatja, hogy rombolás és újraépítés. Hogy a házak fölé szöknek, hogy lebombázzák egy gyermeki cívakodásért, hogy mondja Babics Mihály, és aztán újra fölépítsék az egész emberi történelem a tűznek való építés és a hiába valóságnak való fáradozás. Ennél tökéletesebben nem lehet összefoglalni. Rombolunk, hogy utána a romokból újraépítsünk. Aztán az újraépítettet megint leromboljuk, hogy megint építessünk, mint a rossz gyerekek, akiknek a szülők megcsinálnak egy szép homokvárat, megcsodálják, aztán oda mennek, beletaposnak, szétdújják, ez az emberi történelem, ezért mondja a 46. zsoltár, hogy az Isten néha kiereszti hangját és megszeppen a Föld. Tehát, hogy az emberek, mint a rossz gyerekek, egy kicsit elnémulnak. Én is tanulja voltam az 50-es évek végén, 60-as években egy kicsi megszeppenés volt az emberiség soraiban. Nem ilyen tombolás, a rosszal való tombolás, mint amit ma élünk. De hát ez már törvényszerű, hogy 40-50 évenként megint előáll egy olyan helyzet, amikor a népek a tűznek építenek és a hiába valóságnak fáradoznak. Na de hogy kapcsolódik ehhez a következő vers, hogy "...és az Úr ismeretével megtelik a föld, ahogy a folyamok a tengert beborítják." Hát úgy, hogy az Isten nem avatkozik közbe. Ahogy sokan kérjük, hogy miért nem avatkozik közbe, miért nem veszik ki a gyilkos kezéből a fegyvert, miért enged ártatlanokat szenvedni, gyerekeket meghalni időnap előtt, miért, miért, miért? Azért, mert Isten nekünk teremtette a földet, ránk bízta, szabadságot adott, vagy hát mindig a jó szülő se járhatotta a gyereke mögött, hogy állandóan hol itt fogja meg a fülét, hol ott fogja meg a fülét, ha, ha rossz rosszul megy jobbra vagy balra, nem, az Isten más módszert választott, az Isten a maga csendes, türelmes hangján, a szentélek szelídés hangjával mindenkit fölkeres, mindenkiben épít egy másik világot, igen, mindenkiben épülhet egy új világ, amely nem a tűznek építés, nem a hiába valóságnak fáradozás világa, és aztán majd, hogy halad erről ez a belső, ez a láthatatlan történet, Isten gyűjti, gyűjti egybe az emberi nemzedékek sorozataiból, az emberi évszázadok sok-sok millió, milliárd embereiből azokat, akikre majd rábízhatja a Földet, akiknek új eget és új Földet teremtett, és akik nem fogják egymást bántani, nem fogják egymást ölni, nem fognak egymásnak szenvedéseket szerezni, nem fognak a tűznek építeni és a hiába valóságnak fáradozni, de ez kell az Isten ismerete. Sátán tanít meg bennünket arra, amire nagyon készséges tanulók leszünk és nagyon harsányan, nagy csinnadrattával tanít meg erre. Aztán egyszer rombolunk, aztán ünnepeljük a győzelmeket, aztán megemlékezünk a hősi halottakról, és folyik ez a színjáték végtelenségig, illetve nem végtelenségig, mert egyszer a belső történet eljut a, a tengerhez, a folyók beborítják a tengert, Jézus eljön, mindennek a végére pontot tesz, és elkezdődik egy olyan világ, amire a szívünk most is vágyakozik egy igazi világ, amelyben igazság lakozik, hogy Péter második levele harmadik fejezete mondja, ahhoz kell az Isten ismerete, ahhoz kell az Isten ismeretének növekednie, előre haladnia. A nemzedékek sorozatában egyre tisztultabb Isten ismeretre van szükség, még végül a nagy evangélium hirdetés során minden egyes ember betekintést nyújt abba, hogy ez az Isten műve, ez az örök életre vezet a keskeny úton, ez pedig a sátán műve, amely a végső megsemmisülésre vezet a tágas úton, ember válassza kettő között. Az Isten országának ez az evangélium a bizonyságul fog hirdetni minden népnek, és akkor jön el a vég, és azért kedves Biblia versem, Habaku könyve második fejezet 13. 14. verse, mert ezt az óriási folyamatot két, először látszólag egymáshoz semmi köze nincs, Biblia foglalja össze. Jegyezzétek meg, mai napotokra és egész életetekre nézve is.